Több mint 4000 alkotás érkezett az Angyalok a város felett országos rajzpályázatra a Kondor Béla általános iskolába. A kerületünkben élt művész egyik kedvenc jelképét, az angyalt választották idei témának az iskola tanárai. Kucsák László, a kerület országgyűlési képviselője, meglepetéssel nyugtázta, hogy az idei esztendőben Celldömöktől Berettyóújfaluig csak nem 140 település diákjai vettek részt az eseményen. Fantasztikus kezdeményezés volt a Kondor Béla általános iskola részéről, hogy a névadónak, Kondor Bélának méltó emléket állítván egy ilyen rajzpályázat sorozatot útjára indított. Az alsó és felső tagozatos diákokat külön-külön értékelte a zsűri. A 8 éves Smadi Nisrin színes ceruzával egy kör alakú képen ábrázolta az angyalt. A kunszentmártoni kislány szerint a holt kifli csücskén az éjleple alatt szokott megpihenni az angyal. A nagyobbak között a celldömölki Szabó Julianna vízfesték és fekete tusfilc technikával készült alkotása nyert. Csak még gondolkoztam, de úgy néztük az interneten is, aztán onnan jöttek ötletek, és hát hogy látszódjon, hogy egy jóságos angyal a város felett lebeg szépen. A zsűri elsősorban a kézügyességet nézte ítélethozatalkor, és másodlagos szempontként vette figyelembe a témának meghagyott angyalok a város felett gondolatból született üzenetek hiteles megjelenítését. A rajzversenyre érkezett, zsűri által kiemelt 100-nál is több kép 2 hétig látható a Kondor Béla általános iskola folyosóján.